Sziasztok, körülöttem minden csodásan világít. Szerintem már néhányan ki is találtátok, hogy ez itt egy lámpagyár, méghozzá nem más, mint a Tungsram Váci úti fényforrás gyára, úgyhogy mi más történhetne most, mint hogy bemegyünk és szétnézünk egy picit az üzembe. Van két fő jellemzője van a lámpáknak. Az egyik a szín visszaadási tényezője, a másik pedig a színhőmérséklet, amiről beszélgetni szoktunk. A szín visszaadási tényező az az, hogy a napfényének kb. Hány százalékát adja vissza maga a fényforrás. És itt látszik, hogy van 90%-os, 70% és aztán egy 30%-os, ami most ilyen nátriumlámpa az út szélén, az a 30%-át adja vissza a napfénynek. Mi a 100? 100. Vagy 90? 90 az a mi CMH lámpán, például a kerámia fémhalogén. Szintén utcai világítás, vagy épület megvilágítás, vagy belül a ruhákat, amivel megvilágítják, ezek a CMH lámpák. Miért jó az, hogyha visszaadja teljesen 100%-ba? Hát akkor ugye olyan, mint amikor a napfénynél nézed a ruhákat. Ez egy nagyon érdekes, szokták használni mondjuk a paradicsom megvilágítására, mondjuk az inkább a színhőmérséklet, majd átmenjünk oda, de a szín visszaadás is, hogy pirosabbnak tűnik a boltban, és aztán amikor kimész a napfényre, akkor meg látszik, hogy mégsem annyira érett a paradicsom. A másik fő jellemző, hogy ez a színhőmérséklet. Ugye most már főleg a LED lámpáknál, de már a kompakt lámpáknál is, meg a fémhalogén lámpáknál színhőmérsékletről beszélünk. Anno, amikor a nagymama leküldött a boltba, hogy kisfiam, vegyél 100 wattos, meg 60 wattos izzót, akkor ugye itt a watt határozta meg, hogy mennyire világít a lámpa. Most már itt ezeknél a lámpáknál színhőmérsékletről beszélünk, ugye van ez a sárgásabb, meleg, fehér, főleg ilyen fürdőbe szokták elhelyezni, és vannak a fehér fényű lámpák, ezek a 4000, 5000, 6000 kelvines lámpák. Ez a telephely amúgy egy 110 000 négyzetméteres telephely. Hát most itt állunk, de nem vagyunk ekkorák egyébként arányaiban, tehát sokkal kisebbek vagyunk. Van egy üveggyárunk, fémhalogén lámpákat gyártunk, autó, fényszóró lámpákat, és aztán ugye van egy csomó irodaépület, és itt van a headquarter. De milyen jó brand, nem? Tungsram, ezt valaki kimondja Magyarországon, ezt igen, mit tudom én, 50 éve mindenki igen, tudja, igen. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy újra Tungsram lehetünk, hivatalosan is. Volt szünet? Hát ugye a G volt, a G Lighting volt a tulajdonos. Nagyon jó időszak volt, szó se róla, de így, hogy újra Tungsram lettünk, azért ez sok mindenkinek nosztalgiával is, akik itt dolgoznak, mondjuk 40 éve, 45 vagy 35 éve, meg hát mi is azon nőttünk, hogy Magyarországon a Tungsram azért az egyben. Most feljöttünk, ez úgy tűnik, mintha egy ilyen kis dom lenne a területen, vagy a telephely közepén, de igazából alattunk egy bunker van. Na. Hát a háború alatt ugye a dolgozóknak valahol el kellett menekülni, és már abban az időben is, végig a Tungsram időszaka alatt, nagyon szociális vállalat volt. Itt voltak, akik itt laktak a közelben, és az akkori tulajdonos is próbálta megvédeni a dolgozókat, és ide építettek egy ilyen bunkert, ami még most is bejárható, szoktunk túrákat csinálni benne, nem aktív, tehát nem készülünk arra, hogy ezt majd használjuk, de ez egy elég nagy bunker. Először is megkülönböztetjük ugye a kettőt, van az autólámpa, fényszóró lámpa, és vannak a gázkísérő lámpák, jellemzően utcai világítás. De itt van például ez a nagyon nagy tök, hogy így fogalmazzak, ez például az USA-ba szállítjuk és az NFL stadionokban használják, ez tényleg? Egy 500 wattos lámpa. Na, akkor nekik is hivatunk szó. Igen, abszolút. Akkor ide bemegyünk, ez a H7 autólámpagyártás. Ugye itt az egyfonalú H7-es autólámpa, fényszóró lámpát gyártjuk. Azon túl, hogy megcsináljuk, felszereljük a kis spirálokat, az üveget összelapítjuk a fémmel. Ez egy olyan 2200 fok körül történik, hogy az üveget meg tudjuk formázni. Utána ahhoz, hogy 20 bar nyomást rakjunk bele,
amit el tudtok képzelni, hogy mekkora, mert az autó keréknyomás olyan 2,5-3 bar, ebbe a pici üvegbe 20 bar kell beleraknunk, ezt pedig majd ezt úgy tudjuk belerakni, hogy folyékony nitrogénnel olyan mínusz 180-200 fokra lehűtjük a gázt, amit beletöltünk, egy kis fagyott golyót csinálunk, utána lezárjuk az égőtestet, és felszereljük, rárakjuk utána a fejet, amit aki már cserélt lámpát, az tudja, hogy ezzel a fejjel pozícionáljuk a lámpát, és így kell megfelelnünk a törvényi előírásoknak, annak, hogy megfelelően világítsuk meg az utat. Pedig azt fogjuk végigvenni, hogy ettől a kis elektródától hogy jutunk el majd eddig a lámpáig. Már láttátok a méreteit ennek a kerámiának és az elektródának, és ebben a teremben pedig látni fogjátok, hogy hogyan kerül bele az elektróda, de még mielőtt az elektróda belekerül, hogy kerülnek bele ezek a kis bogyók a kerámiába, és a valódi méreteit is látni fogjátok, hogy akkorák, mint egy homokszem. És minek azok a bogyók bele? Ezekben a lámpákban már nem a spirál világít, hanem a két elektróda között kialakuló ívben egy fémgőz alakul ki, és ezek a különböző ritka földfémek csinálnak piros, zöld és kék fényt, és ennek az összekeveréséből jön ki az a színhőmérséklet, hogy sárgásan fog világítani, fehéren vagy nagyon fehéren. Egy túlnyomásos argon box, erre azért van szükség, hogy az égőtesten belül ne kerüljön más, csak az a gáz, az a nemes gáz, amit beletöltünk, és megóvjuk ezt a wolfram niobium elektródát az oxigéntől, hidrogéntől, ami csökkenteni az élettartamát, ezért argonnal van feltöltve a box, és túlnyomás van benne, hogyha valahol egy pici rés is lenne, akkor az argon jöjjön kifelé, ami egy nemes gáz, nem kötődik semmihez, ne pedig a levegő menjen befelé a lukon, és tegye tönkre mondjuk az égőt. Ez egy ilyen gyors vizsgálat, ez az úgynevezett Tesla vizsgálat. Ennek a kis szerkezetnek a végén 50 000 volt van, és az égőtesten belül lévő gáz gerjesztik ezzel a magas feszültséggel. Akkor itt a gyakorlott szem látja, hogyha ilyen kékesen világít, akkor nincsen más benne, csak az a gáz, amit szerettünk volna beletölteni. Nincsen benne oxigén, nincsen benne hidrogén. Akkor gyorsan végig csekkolva lehet látni, hogy az elektróda és a kerámia zárás jól történt, meg nincsen rajta semmilyen luk. Ez mind lesz a modern gyárak éjszakáján. Na hát innen most ennyi, ez nem egy teljes hogyan készül videó volt, csak egy kis ízelítő, de aki eljön majd ide november 15-én a modern gyárak éjszakáján, az megteheti ugyanazt a kört, amit én ma megtettem, és ígérhetem, hogy előbb-utóbb biztos, hogy lesz innen majd teljes, igazi, nagy, hogyan készül videó is. Sziasztok! A videó ma modern gyárak éjszakája támogatásával készült.